Szerbusztok! Elérkeztünk a kötelezők után, a nem is tudom mi, ezek a szabadon választott tételek sorához. A mai napon kettőt szeretnék röviden vázolni. Az első, Jókai Mór, aranyember. Egészen pontosan, ha jól emlékszem, úgy szól a tétel, hogy romantika és realizmus Jókai Mór, aranyember című regényében. Ki gondolta volna, hogy így különös aktualitása lesz ennek a tételnek, ugyanis éppen most a napokban egy Tóth Krisztina nevű író és költő vetette fel azt a remek ötletet, hogy Jókai Mór aranyemberét azt ki kell venni az érettségi tételek és a megtanulandó anyagok sorából, ugyanis rendkívül helytelen. A gendertudományok szempontjából rendkívül helytelenül ábrázolja a női szerepeket, így nincs helye az irodalom oktatásban. Az a helyzet, hogy amilyen tempóban veszik át a világon az elmebetegek a hatalmat, még megérhetjük, hogy Jókai Mór aranyembere ki fog kerülni az érettségi tételek közül, és majd átadja helyét valami cuki gendermesének, ahol a királyfi megmenti a másik királyfit, és aztán elveszi feleségül, és mindenki nagyon boldog lesz. Mert hát valóban ezzel szemben ott áll az aranyember, és főhőse Tímár Mihály, és a két női főhős, Tímea és Noémi, hát akik egy teljesen más világot képviselnek. Egyébként pedig pont ezen felvetés kapcsán a múltkor már egyszer emlegetett írástudók árulását szeretném ismét ide citálni, illetve Babits Mihály előszavát, amit Julien Benda művéhez írt. Csak azért, hogy lássuk, hogy tényleg nincs új a nap alatt. Azt írja Babits egyebek mellett az írástudók árulásához írt előszavában. Hol van a régi, nagy, tiszta európai kultúra, mely a görögből sarjadva egész a 19. század végéig megtartotta egységét és önzetlen fennségét? A klasszikus nyelvek és ismeretek lassú kiirtása az iskolákból, ez a közös gyökértől való egyre bevallottabb elszakadás egyik legjelentősebb és legszomorúbb tünete századunknak. Nos, Babits még azon kesereg, hogy a klasszikus kultúrát és a klasszikus nyelvet kiírtják az iskolákból. Ó Istenem, hol tartunk ma már? Ma már Jókait kell kiírtani az iskolákból. Elég sokat romlott a helyzet Babits óta. És ezt is írja Babits, ez is megszívlelendő. Egyáltalán mi a haladás? Középszerű szellemek a saját századukat különbnek hiszik minden előzőnél, és még ma is halljuk nagyszerű korunk dicséretét zengeni. És teljesen illik a szellem életté alacsonyodásának ekkorában, hogy a maiságot szinte egyetlen értékmérőként kezelik a szellem dolgaiban annyiszor, hogy szavainkkal szemben nem az a várható kritika alapja, igazak-e, hanem az, hogy maiak-e. Akinek még köze van az igazsághoz, mely régi írástudók előtt több volt az életnél, annak először is abból a babonából kell kigyógyulnia, mely szerint a jelenkor mindig nagyszerű, s modernnek lenni nem csak hasznos, hanem dicsőséges is. Ezt tudnánk üzenni Tóth Krisztinának. És akkor lássuk az aranyembert. Romantika és realizmus Jókai Mór aranyemberében. Az aranyember, szokták volt megjegyezni, Jókai legnépszerűbb regénye. Ez nyilván így is van, bár nincs sokkal lemaradva mondjuk a Fekete gyémántok vagy a Kőszívű ember fiai mögött, de kétségtelen, hogy talán a legolvasottabb, és ennek nyilván oka van. És ez a bizonyos, a tétel címében is szereplő romantika és realizmus, ez a kettősség nyilván az egyik oka lehet ennek a népszerűségnek, hiszen a romantikából jövő rendkívül cselekményes, meseszerű
meseszövés, a történet ilyetén szövése. Nagyon fordulatossá, fordulatokban gazdaggá, izgalmassá teszi a regényt, ami nyilván hozzájárul a halhatatlanságához és a népszerűségéhez. Mi tehát nézzük röviden ennek a regénynek, melyek a romantikus elemei. Hát például, amit az előbb mondtam, ez a változatosság, fordulatosság, a nagyon változatos cselekmény, váratlan fordulatok, meseszerűség, ilyen nagy, furcsa, végső megoldások, ezek mind-mind a romantikát idézik meg, és a romantikából jönnek. Aztán ott van ugye maga a sziget, mint metafora, sőt több, mint metafora. A sziget, mint metonímia, hogy megint mondjuk a érettségi elnöknek valami kedveset, szépet, ami majd az ötös felé fogja a gondolatait terelni. Tehát a sziget metonímia. Mi is a metonímia? Ugye névcsere, hogyha lefordítjuk. Magyarán, hogy mondjunk egy mai példát, például a metonímia, amikor ma azt mondjuk, hogy Brüsszel azt mondta. Nem Brüsszel mondta, hanem az Európai Unió, illetve annak is bizonyos döntéshozó szervei, de ezt Brüsszellel szokás azonosítani. Ez tehát a névcsere. A sziget az ugyanígy jelenik meg Jókainál. Minek is a metonímiája? Az a bizonyos senki szigete, ahova Tímár Mihály mindig visszatér, hiszen kettős életet él, és a sziget az, ahová menekül. Ez a sziget a romlatlanság, a bibliai paradicsomot idéző romlatlanság, a bűnbeesés előtti világ metonímiája, szimbóluma. A sziget, ahol szinte russzói értelemben romlatlanok a viszonyok, ahol nincs képmutatás, nincsenek emberi törvények, csak valami fajta örök érvényű isteni és természeti törvények, ahol az ott élők megélhetik a maguk természetességében az érzelmeiket, a vágyaikat, a szerelmüket. Ez volna a sziget, ahová a kettős életet élő Tímár Mihály mindig vissza-vissza jár, vissza-vissza menekül, ez a bizonyos senki szigete, egy sziget a Dunán, ahol egyébként magát a szerelmet találja meg ugye Noémi személyében. Hiszen ezen a szigeten ketten élnek Noémi és az édesanyja, akik a nagyon bonyolult és szövevényes és szinte átláthatatlan cselekmény szövés során kerülnek oda. Egy Noémi apja, aki egy gazdag kereskedő volt, aztán elszegényedett. Mindenét elvesztette, öngyilkosságot követett el, és a felesége és a lánya menekült kvázi erre a szigetre, erre a Dunai szigetre, és éli ott az életét. És ami ott van, az mind maguk a két kezükkel teremtették. Tehát a sziget, mint metonímia, mint szimbólum, mint a világtól teljesen külön álló, a világtól elzárt, romlatlan paradicsomi hely, ez maga a regényben felbukkanó romantika központi tere, központi eleme. Ha egy kicsit még boncolgatjuk ezt a szigetet, általában az irodalommal a sziget az mindig is valamiféle szimbólum, vagy metonémia, ha úgy tetszik. Golding Legyek urának szigete is az. De amit most ide akarok rángatni, az inkább Defoe és a Robinson Crusoe. Ami ugye gyerek vagy ifjúsági irodalomként él mindannyiunk tudatában, Imigyen is adták ki mindig, mint ifjúsági regényt, és mindig is az ifjúsági kiadó, legalábbis az én generációmnak az ifjúsági kiadó tálalta, pedig Defoe eredeti szándéka szerint ez egyáltalán nem gyermekregény, nem ifjúsági regény, sokkal inkább a polgár apoteózisa.
És ilyen értelemben van helye, hogy az aranyember és az aranyember szigetével együtt emlegessük. A polgár apoteózisa. Ugye Robinson Crusoe a polgár, aki Angliából eljövén hajótörés szenved és egy lakatlan szigetre kerül, ahol kizárólag a saját tudására, tehetségére, találékonyságára támaszkodva nemhogy egyszerűen túlél, túléli a túlélhetetlent, hanem valamiféle szintén ilyen romlatlan világtól elzárt helyen lévő romlatlan paradicsomot teremt magának a semmiből. Mert ő egy polgár, aki ügyes, aki okos, aki leleményes, mint Odysseus, és képes arra, hogy ezt a világot a két kezével megteremtse. Ezért a polgár apoteózisa Robinson Crusoe lakatlan szigete. Kíváncsian várom egyébként, hogy mikor fogják követelni a Robinson Crusoe betiltását is, hiszen van benne egy szál, ugye Robinson Crusoe, hát hogy is mondjam csak, bár elég emberbaráti módon, de mégiscsak szolgaként szelidíti magához a Péntek nevű benszülöttet, ami hát egy eléggé elítélendő pillanat a mai világban. Tehát a Péntek miatt nyilván csak idő kérdése, hogy valami idióta majd elkezdi a Robinson betiltását is követelni. Minden esetre azt szögezzük le, hogy ez a polgár apoteózisa, Robinson apoteózisa, az hajaz Tímár Mihálynak, mint polgárnak az apoteózisára. Mert Tímár Mihály, aki sokatszor mondom, kettős életet él, és ebből a kettős életből az egyik, ez a romantikus szála a regénynek, a szigeten élés, a szigeten levés, ahol ugyan nincs péntek, meg ilyen értelemben nincsenek benszülöttek, de a világból kiszakadás, a természetes ős állapot, az érzelmek természetessége, a természeti törvények, azok elfogadása, és mégis ezen körülmények között a megteremtése az emberi, ha úgy tetszik, a társadalmi lét valamilyen formájának, ez nagyon hasonlatossá teszi Tímár Mihályt Robinson Crusoe-vá. Azt a Tímár Mihályt, aki ezen a szigeten a két kezével rózsaolajat készít Noémivel és az anyjával, mert hiszen azt is meg tudja tanulni. Kivágja a fákat, és abból házat tud építeni. Tehát magyarán, mint polgár, a két kezével is kiszakadva a világból, a társadalomból képes csodát és értéket teremteni. És persze ott van maga Noémi, aki miatt állítólag be kéne tiltani a bűvet, mert hát ugye Noémi, mint nő alak, aki a romlatlan, őszinte, tiszta szerelem megtestesítője, aki önfeláldozó, aki hűséges, aki zokszó nélkül tűri, hogy Tímár Mihály az ő nagy szerelme időről időre elhagyja ezt a szigetet, és nyilván Noémi sejti, hogy valahol a másik világban van egy másik élete ennek a Tímár Mihálynak. Ne adj Isten felesége, de ő ezt zokszó nélkül tűr, és mindig visszavárja ezt a férfit, és amikor visszatér, akkor örömmel fogadja. Magyarán ebben a gender őrületben, hát ő egy olyan nő, aki egy ilyen régi típusú nőiséget testesít. Megmondom még egyszer, türelemmel, önzetlenséggel, felülírhatatlan szerelemmel, megbocsájtással és önfeláldozással. Ezek azok az értékek, amelyek a mai világban már értelemszerűen elvetendőek. Nézzük a regénynek a realista szálát. Ez a másik világ, ez a kapitalizálódó, polgárosodó, ezen a felemás, félperifériás világban végbe menő kapitalizálódás és polgárosodás világa, ami Jókai korát és Jókai Magyarországát és a monarchiát jellemzi.
amelyben Tímár Mihály szintén egy végtelenül sikeres ember. Tímár Mihály ebben a társadalmi, ebben a realisztikusan ábrázolt társadalmi közegben, a reális társadalmi valóságban, a félperifériás Magyarország kapitalizálódásának viszonyai közepette is sikeres, ha úgy teszik, sikeres üzletemberré válik. Ugyanakkor ebben a világban, a realizmus világában feltűnik az összes olyan figura, aki ennek a kapitalizálódó világnak a szörnyűségét szimbolizálja, az embertelenségét szimbolizálja. Ez a gázolját mindenen és mindeneken, és akkor így tud szerezni, ahol már nincsenek örök és igazi értékek, hiszen mindent a pénz határoz meg, mindennek a mértéke a pénz, csak a pénz jelent értéket és a vagyon. Ebben a világban áll Tímár Mihály, ahol szintén idegen, pont azért idegen, mert tisztességes és becsületes emberként próbál ebben a közegben mozogni, és még egyszer mondom, ez sikerül neki. Mert lám egyébként szorgalommal, tehetséggel úgy is előre lehet jutni, hogyha tisztességes maradsz. De maga a közeg, ez a Krisztián Tódorok és Brazovics Atanázok világa, a lelketlen kalandorok, gazemberek, uzsorások világa, ahol mindenki mindenkinek a farkasa, és mindenki mindenki mást megpróbál tönkretenni, így ezek magát, Tímár Mihályt is. De ő nem hagyja magát, sikeressé tud válni, meg tud gazdagodni. Komoly üzleteket visz még hozzá, nem is akármilyeneket. Szinte mondhatjuk, hogy ő nem csak a senki szigetén Robinson Crusoe, hanem a realisztikus világban is egy Robinson Crusoe, aki lisztet exportál Brazíliába, aki összevásárolja a komáromi dombok szőlőit, szőlőföldjeit, mert tudja, hogy ott majd egyszer a Habsburgok nem sokára erődöt akarnak építeni, és akkor nagyon jó pénzért fogják tőle visszavásárolni ezeket a földeket. Egyébként így teszi tönkre Brazovics Atanászt is, és kergeti halálba, hiszen az ő példáját látva ez a lelketlen uzsorás is elkezdi fölvásárolni ott a földeket, csak hát ő a rossz földeket vásárolja fel, és kiderül, hogy még Tímár Mihály földjeit a kormány két hét múlva veszi meg, addig a Brazovics féle földeket majd 20 év múlva veszi meg, ő viszont minden vagyonát ebbe ölte, így aztán el is fog pusztulni. Tehát ezek a korabeli tőkés viszonyokból fakadó, tényleg embertelen szörnyű ügyek, amelyek ezt a fajta realizmust jelentik és képviselik az aranyemberben. És igen, Tímár Mihály az aranyember, ahogy meg is van fogalmazva többször is a regényben, hogy amit az ő öt ujja érint, az aranyjá válik. Igen, de miközben aranyjá válik minden a kezében, eközben valahogy önmagát veszíti el. Mert mégiscsak lélekölő ebben a realisztikus világban a létezés, az állandó küzdelem, az állandó odafigyelés, hogy éppen aktuálisan ki, hogyan és miképpen akar tönkretenni. A harc, a csel, a cselszövés, és hát mondjuk ki, az is elég lélekölő, hogy egyébként te magad is tönkreteszel másokat, lásd Brazovics Atanászt, aki amúgy megérdemli, de hát mégiscsak tönkretetted, halálba hajszoltad. Tehát ez a világ, ez leépíti a személyiséget, megtöri, boldogtalanná és szomorúvá teszi. És ennek a realisztikus világnak a másik nő alak szimbólum, a Tímea, ugye Tímár Mihály felesége, akit feleségül vesz. A nő más szeret, erre Tímár Mihály is rádöbben, ezért menekül el mindig a senki szigetére Noémihez, hiszen ott találja meg a valódi szerelmet. Ugyanakkor, mint polgárember, mint erkölcsös ember,
nem tud szabadulni ettől a házasságtól, nem akar, nem mer, a válás föl sem merül, még ha eszébe is jut. Mindig vissza-vissza tér, és ott van Tímea, ugye a másik nő alak, aki szintén gyakorlatilag egy másik Noémi, csak a reális világban. Hiszen Tímea is másba szerelmes, de eszébe sem jut, hogy megcsalja az urát, hanem eljátsza. Sőt, mondhatni, tűri a jó feleség szerepét, de hűséges. Mindig visszavárja. Sőt, leveszi a válláról egy csomó dologban a gondokat. Sikeres üzletasszonyként viszi Mihály üzleteit. Tehát az életének ebben a szegmensében is támasza. És még egyszer mondom, ő is boldogtalan, de eszébe sem jut a hűtlenség. Ilyen értelemben a mai modern világ nő ideájának sem felel meg, ahogy ezt Tóth Krisztina okosan kifejtette volt. Tehát ez a reális világ, ez a romantikus világ, a kettő az élesen elválik egymástól. Ez a senki szigete, ez a többszörös szimbólum, ez a metonímia lesz a paradicsom, amit körül ölel ez az elviselhetetlen, kapitalizálódó ember-embernek farkas a világ, és e két világ között mozog Tímár Mihály, az aranyember, a sikeres üzletember, akit lelkileg tönkretesz és megnyomorít a realizmus világa, és aki elmenekül a romantika szigetére, hogy így próbáljon túlélni. Egyébként maga Tímár Mihály egy többször öngyilkos akar lenni. Az egyik forduló pont, ugye egy ilyen meseszerű, a cselekmény szövés egyik meseszerű pillanata pont, amikor a balatonfüredi birtokán dönt úgy, hogy ő ezt nem bírja tovább, és öngyilkos akar lenni, és kimegy a lékhez, a rianáshoz, hogy ott beleülje magát a vízbe, de ott találja Krisztián Tódort holtan, aki az ő ruháiba van. Ugye ez az a pillanat, amikor a világ azt hiszi, hogy Tímár Mihály halt meg, hiszen az ő ruháit viseli Krisztián Tódor. Ez az a pillanat, amikor Tímea, amivel azt hiszi, hogy az ura halott, végre rászánja magát, hogy máshoz menjen feleségül. Tehát nehezen viseli Tímár Mihály ezt a kétféle életet, és ugye tudjuk, hogy van a regénynek egy nagyon súlyos önéletrajzi háttere, hiszen maga Jókai Mór szeret bele a tán 18 éves gyámleányába, és majdnem beleőrül ebbe az érzésbe, meg a tehetetlenségbe. Többször eszébe jut a vállás, amit ő sem mert nyilván meglépni, és aztán végül is ezt a helyzetet az oldja meg, hogy a nevelt lánya meghal, így aztán okafogyottá válik az őrlődés, de ez a önéletrajzi vonal, ez mindenképpen sajátja az aranyembernek, és ez jelenik meg aztán a mű végén, amikor maga az író belép a történetbe, és miután már mindenki halott, akkor maga Jókai keresi fel ezt a senki szigetét, és értekezik arról, hogy ez egy igenis létező hely volt, nem a fantázia szülötte, volt egy ilyen senki szigete, és milyen jó lenne, hogyha itt lehetne élni. Körülbelül azt gondolom ennyi, amit erről a regényről tudni kell, és a végén akkor még egyszer hagyd mondjam el, ne dőljetek be annak a fantasztikus ötletnek, hogy mindig a jelen és mindig a modern kor a jó, és hogy a régit azt mindig el kell tüntetni és be kell tiltani. Inkább olvassátok el, ráadásul izgalmas is.